Üdvözlöm Önöket, ez a világhíradó, az ATV-n Tóth Géza vagyok. A normandiai partraszállás 75. évfordulójára emlékezett a világ csütörtökön. A francia elnök a brit kormányfővel és az amerikai elnökkel is külön-külön megemlékezésen vett részt. Macron mindkét ország vezetésének köszönetét fejezte ki Franciaország felszabadításáért. Az 1944-es hadművelet teljes meglepetésként ért a németeket. 24 óra leforgás alatt mintegy 150 ezer katonát tudtak partra juttatni a szövetségesek. Egyetlen magányos kóddudás játéka ez emlékeztetett arra a percre, amikor 75 évvel ezelőtt az első brit katona megvetette a lábát Normandia partvidékén. Az 1944. június 6-án történtek örökre megváltoztatták a történelem menetét. A brit és amerikai katonák vakmerő hadműveletet tette lehetővé Európa felszabadítását Hitler uralma alól. A nyugati világ szinte egésze erre a jeles alkalomra emlékezett ma. Emmanuel Macron és Theresa May közösen koszorúzták meg a normandiai partraszállás emlékművét a francia tengerpart mellett. 75 évvel ezelőtt közel 25 ezer brit katona szállt partra, hogy felszabadítsák Franciaországot a náci uralom alól. A szabadságunkat köszönhetjük ezeknek a katonáknak. Történjen bármi, nem adhatjuk fel. Közösen állunk, mert a sorsunk is közös, mondta beszédében a francia elnök. A nagy-britanniai látogatáson tartózkodó amerikai elnök egy normandiai temetőben emlékezett azon a tengerpart szakaszon, ahol a D-napon közel 2500 amerikai katona veszítette életét. Az eseményen Donald Trump arról beszélt, a második világháború veteránjai az ország büszkeségei, akik Amerika partjaitól távol megmentették a szabadságot. Nem csak az állami vezetők, a harcokban résztvevő veteránok is megemlékeztek a véres ütközetről. Elvégeztük, amit ránk bíztak, habár a német fogadóbizottság mindent megtett, hogy ez ne sikerülhessen. Én szerencsés voltam, semmilyen sebesülést nem szereztem a partra szálláskor. Pedig kiszállást követően fogalmunk sem volt, hova kellene mennünk, csak körbe-körbe járkáltunk a parton. Emlékezett vissza a történelmi nap eseményeire egy egykori katona. Egyes társai más módját választották a megemlékezésnek. Voltak, akik ejtőernyős ugrással emlékeztek. 1944-ben a D-nap első óráiban több hullámban mintegy 23 ezer ejtőernyős dobtak le a szövetségesek, akiknek hitfőállásokat kellett teremteniük. Egyre szorosabbra vonja szövetségét Oroszország és Kína. Elemzők szerint ebben az is közrejátszik, hogy mindkét ország élesedő konfliktusban áll a nyugati hatalmakkal. Miközben az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és más nyugati országok bezárják a kapukat a kínai cégek előtt, például az 5G hálózatok fejlesztése terén, Xi Jinping kínai elnök egyebek mellett erről szóló megállapodást is aláírt Moszkvában Vlagyimir Putyinnal. Új korszakot emlegetnek kínai források a szerdán aláírt orosz-kínai kereskedelmi megállapodások kapcsán. Elemzők szerint várható volt, hogy a nyugati hatalmakkal egyaránt konfliktusban álló Peking és Moszkva szorosabbra vonhatja a szövetségét egymással. Egy régi barátság szövődik újra, és most még közelebb kerültek egymáshoz ezek az országok. Ezt mutatják a kölcsönös látogatások is. Alig néhány hete még Putyin elnök volt Peking vendége, most pedig Xi Jinping látogat el a Szentpétervári Gazdasági Fórumra. Véleményem szerint ezzel már a soron következő G20-as tanácskozásnak kívánnak üzenni, mondja egy elemző. A szerdán aláírt gazdasági megállapodások olyan területekre vonatkoznak, amelyek mind a két országot érzékenyen érintik. A Huawei 5G hálózatok fejlesztéséről állapodott meg egy orosz mobil szolgáltatóval. A kínai óriás cég egyúttal azt is bejelentette, felvásárolt egy arcfelismerő rendszerekkel foglalkozó orosz vállalkozást. A Rosszatom pedig arról számolt be, egy újabb atomerőmű bővítését kezdhetik meg a kínai állami atomenergetikai koncernnel történt megállapodás értelmében. A két ország kapcsolatai új szintre emelkedtek, és ennek a szövetségnek a további elmélyülésére számíthatunk. Ebből a kapcsolatból megszülethet az Eurázsiai Gazdasági Szövetség, mondta egy orosz elemző. A két ország közötti kereskedelem értéke minden várakozásunkat meghaladva tavaly megközelítette a 110 milliárd dollárt. Az idei évben újabb 3%-os bővülésre számíthatunk, mondta a megbeszélések elején Vlagyimir Putyin. A felek ugyanakkor arról is megállapodást kötöttek, hogy továbbfejlesztik a nemzeti devizában történő kölcsönös elszámolást.
Összesen több mint 20 dokumentumot írtak alá a kétoldalú együttműködésekről Szíj látogatásának első napján. Az üzleti tárgyalások mellett természetesen a hagyományos kínai panda diplomáciára is maradt idő. A két elnök közösen keresett fel egy moszkvai állatkertet, ahol a kínai államfő két pandát mutatott be. Tényleges életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte csütörtökön egy német tartományi bíróság azt a férfit, aki ápolóként 85 embert ölt meg. Kórházi dolgozóként szándékosan olyan injekciót adott a betegeknek, amely a szív leállását okozta. Ezt követően megpróbálta őket újraéleszteni, többnyire sikertelenül. Áldozatai között fiatalabbak és idősebbek is voltak, vallomása szerint véletlenszerűen választotta ki őket. A 42 éves férfi 10 éve van börtönben, miután 6 betege halálát már korábban sikerült rábizonyítani. Akkor életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, ezt most tényleges életfogytiglanira szigorították. Ítéletidő pusztított Romániában 3 gyerek életét vesztette, miután elsodorta őket az áradás. Az ország 15 megyéjére sújtott le a vihar, amelynek következtében árvíz alakult ki több településen. A rendkívüli időjárás miatt több útszakasz is járhatatlan, egy helyen még egy hidat is elmosott a medréből kilépő folyó. Hatóságok tájékoztatása szerint több tucatnyi településen okozott komoly fennakadásokat és számottevő károkat az áradás. Érezhetően megnőtt a térségbe látogató turisták száma, mióta egy amerikai tévécsatorna nagy sikerű dokumentumfilm sorozatot forgatott a csernobili katasztrófáról. Az atomkatasztrófa környékén működő utazási irodák azt mondják, másfélszeresére nőtt a forgalmuk a bemutató óta. Vidám turisták egy csoportja etett egy vadon élő rókát. A felvétel olyan, mintha egy átlagos szafari kiránduláson készült volna, valójában azonban semmi nem szokványos ezen a túrán. A kirándulók épp Pripyatyban állnak az 1986-ban katasztrófát szenvedett csernobili atomerőmű szomszédságában. Az elhagyatott várost az elmúlt évtizedekben visszahódította a természet. Emberekből legfeljebb turistákat látni errefelé, igaz, belőlük az elmúlt hónapokban mind többet. Csernobil egyfelül egy rendkívül kiózanító hely, de másrészt nagyon szép vidék is. Látni, ahogyan a természet visszatér és mindent elborít. Ez az egyetlen hely Ukrajnában, ahol valóban érezni lehet az egykori Szovjetunió szellemét, mondja a külföldi turisták helyi idegenvezetője. A bő 30 éve történt atomkatasztrófa helyszíne a mai napig a világ minden pontjáról vonzza a látogatókat. Lenyűgöző, amit itt lehet látni, szinte látom magam előtt azokat az embereket, akik egykor itt éltek és dolgoztak. Sehol máshol nem tapasztalni ilyet, mondja egy brazil turista. Nagyon szürreális ez az egész, hihetetlenül magányos környék, de lenyűgöző látni, ahogy a természet visszaköveteli magának az utakat, vasúti sineket, és közben minden a darabjaira hullik, mondja egy brit látogató. A környéken működő utazási ügynökségek arról számoltak be, az elmúlt évtizedekben folyamatosan volt érdeklődés a szellemváros és az atomerőmű iránt. Az elmúlt hónapokban azonban robbanásszerű növekedést tapasztaltak, miután egy amerikai tévétársaság nagy sikerű sorozatot forgatott és mutatott be a 86-os tragédiáról. 33 évvel ezelőtt, április 26-án a kezelőszemélyzet által végzett kísérletek miatt robbanás történt a csernobili atomerőmű 4-es reaktorblokkjánál, amely a világ eddigi egyik legsúlyosabb atomkatasztrófájához vezetett. Szovjet hatóságok hosszú ideig igyekezték titkolni a történteket, a világ svéd tudósoktól szerzett tudomást a balesetről. Néhány évvel ezelőtt Mihail Gorbacsov is úgy fogalmazott, a Szovjetunió összeomlásának egyik legfontosabb oka volt a csernobili katasztrófa, melyet a főtitkár a kommunista éra egyik fordulópontjának nevezett. 4 holttestet és több évtized alatt összegyűlt 11 tonna hulladékot hoztak le a Monteverestről a nepáli hatóságok. A 8850 méteres hegyről visszatérő takarító csapat emberi ürüléket, oxigénpalackokat, szakadt sátrakat, köteleket, törött létrákat és konzervdobozokat szedett össze, amiket a csúcsot meghódító országok expedíciói hagytak maguk után. Az Everest lejtőin eddig mintegy 300 ember vesztette életét, amelyek közül néhányuk teste a nyári hónapokban hóolvadáskor a felszínre kerül. Idén májusban 9 hegymászó halt meg az Everest nepáli oldalán, míg a tibeti oldalon ketten vesztették életüket.
És ezek voltak a világhíradó hírei mára. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban, és további szép napot, szép estét kívánok, viszontlátásra!